új az a hordágy szerkezet, mert egyébként a beltéri részei azok túl sokat már nem változtak, hanem ezek a főleg a hordágy, ami ugye ebből a szempontból egy beteg központú dolog. Európa egyik legkorszerűbb és legmodernebb esetkocsi állhatott munkába a napokban a Berettyóújfalui mentőállomáson. A gépkocsi ünnepélyes átadóját április 26-án, pár nappal a mentők napja előtt tartották. Én úgy gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk arra, hogy ma Magyarországon ilyen mentőautókkal lehet menteni, és külön büszkeséggel tölt el, hogy a mai nappal Berettyóújfalu mentőállomáson is ilyen esetkocsi teljesít szolgálatot. Én azt kívánom önöknek, hogy továbbiakban is ugyanilyen módon színvonalas munkát végezzenek el, és sok balesetmentes kilométert kívánok, és kevés munkát, és minden jót, ami az önök életét jobbá, munkájukat könnyebbé teszi. Én azt gondolom, hogy ebben mi szeretnénk a továbbiakban is az elmúlt évekhez hasonlóan is segíteni, támogatást nyújtani, és vonuljanak kevésszer, és gyorsan, hogyha menni kell. Gyakorlatilag azért örülünk ennek a mentőautónak, mert most jelenleg az országos mentőszolgálatnál a legkorszerűbb, a legmodernebb és a legújabb esetrohamkocsi érkezhetett ide meg Berettyóújfalu mentőállomásra, amelyen olyan nem csak küllemi változások történtek, ami esztétikussá és akár nemzetközi szinten is elfogadhatóvá és büszkévé teszi az mentőállomást, hanem olyan tartalmi, műszaki tartalmi elemei vannak, amely egyrészt megkönnyíti a gépkocsi vezető számára az ebben végzett mindennapi munkát, erre gondolok az automataváltó használatára, illetve olyan hordályrendszer, olyan hidraulikus rendszer került bele, ami pedig a beteg számára jelent egy óriási nagy előnyt. Gyakorlatilag bármilyen útviszony mellett ez a mentőautó egy nagyon kényelmes, egy nagyon nyugodt, egy nagyon kiegyensúlyozott menet tulajdonságot tud biztosítani, ami a betegek számára egy különösen nagy előnyt jelent. Van még egy plusz tulajdonsága, egyjel többül is található benne, mint az eddigi esetrohamkocsikban. Ennek pedig pontosan az az oka, hogy ez ide került, hogy Berettyóújfalu mentőállomás az egy kiemelt szerepet tölt be itt a megyében. Oktató mentőállomás révén részt vesznek a mentőápolóképzésben, a mentő tiszthallgató képzésében, illetve az orvosi rezidens képzés során az itt gyakorlatot teljesítők képzésében. Ezért ez a plusz ülés azt hivatott szolgálni, hogy oktató mentőállomásként ezen az autón ilyen oktató tevékenység is folyhasson a jövőben is. Berettyóújfalu mentőállomáson egy esetkocsi áll szolgálatban, és emellett még három mentőegység teljesít szolgálatot. Gyakorlatilag a térség közel 50 ezer lakosának ellátását szolgálja pusztán a Berettyóújfalu mentőállomás, de esetkocsi szinten Komárdi, Derecske területére is magas szintű egészségügyi ellátást tud biztosítani. Jelentős feladat hárul a Berettyóújfalu mentőállomásra. A tavalyi évben közel 3500 mentési feladatot végeztek. Vizsgakocsisztatán zajlik, rezidenseknek a gyakorlati képzése zajlik a mentőállomáson, illetve tudományos munka kapcsán, diplomamunkák képzésében és konzultációjában is az itteni bajtársak szerepet játszanak. Ez a mentőautó tényleg mind a küllemi, mind a tartalmi elemeit illetően ma a világon bárhol megállná a helyét. Nemzetközi szinten, nemzetközi mentőkiállításon is Párizsban kimagaslóan jó vélemények születtek róla nemzetközi szinten. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy ma minden mentő dolgozó büszkén húzhatja ki magát, aki ilyen mentőautóval dolgozhat, mert ez tényleg a világ bármelyik országában, mind küllemében, mind tartalmi elemeiben, mentéstechnikai eszközrendszerében, mind pedig a rajta a dolgozó humán erőforrás szakmai képzettségét tekintve, én azt gondolom, hogy példaértékű, és a világon bárhol megállná a helyét. Idén remélhetőleg nem csak a mentőautóknak az autó része fog újulni, hanem ennek magas tartalmi elemei is változni fognak, nevesítetten lélekeztető gépek, EKG-k, defibrillátorok, motoros szívók, tehát azok a nagyértékű mentéstechnikai eszközök kerülnek megújításra, amelyek az elmúlt években, évtizedekben már amortizálódtak, a fokozott felhasználás, elhasználódás miatt cserére szorulnak, úgyhogy remélhetőleg az idén nem csak az autó fog újulni, hanem ennek gyakorlatilag nagyértékű eszköz rendszere is teljes mértékben megújul. A Berettyóújfalui állomáson dolgozó 32 mentős tavaly 3500 mentési feladatot végzett, és körülbelül 50 ezer lakos egészségügyi ellátása tartozik a városi állomáshoz.